Sziasztok! Szerintem ahhoz, hogy valaki megtalálja élete párját, ahhoz egy nagyon hosszú folyamaton kell végigmenni. Először találkoztok valami társaságban, aztán lecsekkolod Facebookon, aztán elhívod randizni, és aztán lehet, hogy kiderül, hogy nincsen kémia, és akkor egy másik emberrel indul a folyamat előről, hogy találkoztok egy társaságban, lecsekkolod Facebookon, elhívod randizni, és lehet, hogy utána van kémia, akkor utána bemutatod a barátaidnak, bemutatod a családodnak, egy idő után összeköltöztök, és tadám, házasság megvan. És bármilyen hihetetlen szerintem az, hogy megtaláld az életed párját, az egy nagyon hasonló folyamat ahhoz, hogy találjál egy millió dolláros ötletet. Én egy kicsi informatikai cégben dolgozom, ahol azt a feladatot kaptam, hogy Andris csináljál valami terméket, amit majd 100 csilliárdon megvásárolnak, és akkor utána így majd így szórjuk a pénzt. És egy ilyen termék prototípusnak a kifejlesztés az alsó hangon 1 millió forintba kerül, úgyhogy nagyon rossz, hogyha a végén ez nem kell senkinek, és ezért én csináltam egy folyamatot, ami ebben segít, hogy egy-egy termékről talán így el lehet egy picit jobban dönteni, hogy erre vajon lesz-e igény vagy sem. Ezt angolul validációnak hívják, én kutatásnak hívom magyarul. És két nagyon egyszerű részből áll, van egy kis kutatás része, ami ilyen 3-4 óra, ez alatt meg lehet ismerni a piac egy részét, és van egy nagy kutatás, ami pedig 1-2 hét és ilyen 30-40 ezer forintból lehet grundolni. Ez egy viszonylag fiatal folyamat, én körülbelül egy éve dolgozom rajta, eddig 14 olyan ötlet volt, amit így kis kutatás után elvetettünk, vagy nagyobb kutatás után, van már 4 elbukott termékünk, és van 3 termék, amit meg aktuálisan dolgozunk. Néhány szó a kis kutatásról, ez az, amikor lecsekkolod a csajt Facebookon. A papír névjegykártyák azok olyan régi dolgok, úgyhogy csináljuk meg digitálisan ez az ötlet. Ellátogatsz az alternatív.hu nevű oldalra, és ott találsz egyből 30 olyan projektet, akik ezt a dolgot már elbukták korábban, ez nem jó jel. Jó, csináljunk egy olyan alkalmazást, ami gyerekeknek szól, és ilyen kis interaktív valami játékos bigyó, és akkor mondjuk ez legyen a kedvenc mesénkből, legyen a Frog Prince-ből. Ellátogatsz az UpCodes nevezetű oldalra, ahol látod, hogy 841 darab konkurens van, és egyiket sem töltötték le több mint 1000-szer, ez se jó jel. Csináljunk az építészeknek portfólió oldalt, ellátogatsz Redditre, megkérdezed, hogy van-e ilyen, azt mondják, hogy van, ez se jó jel. Jó, mit keresünk? Azt keresünk, hogy az adott területen van néhány cég, akik így léteznek, élnek, van nekik egy About oldal, ahol van egy csomó ember, aki mosolyog és jól láthatóan fizetést kap. Jó? Tehát, hogy ez volt a kis kutatás, körülbelül ez tényleg néhány óra, és ugye nem nagyon kerül pénzbe. A nagy kutatás ez az, amikor bemutatod a barátoknak, meg a családodnak. Mielőtt elkészülne a termék, azelőtt igazából lehet csinálni egy landing oldalt. A landing oldalra kiírhatod, hogy ez az ajánlatunk, és ennyiért adnánk ezt a dolgot nektek. Vagy hogyha ilyen letölthető dolog, akkor itt vannak a kis letöltő bigyók. És ha valaki ezekre rákattint, akkor húzol egy strigulát, és aztán sűrű elnézés kérések közepette még az e-mail címét is elkéred esetleg, hogy még nem vagyunk készen, nem sokára készen leszünk. És honnan szerzel ezekre a landing oldalakra? Én nem tudom, 15 ilyen landing oldalt legalább csináltam már. Honnan szerzel látogatókat ezekre az oldalakra? Hát Facebookról. Ha amerikai tini lányokat szeretnél, 65 forint per darabért jönnek el. Ha ilyen startupos srácokat, akkor 73 forintért. Hogyha indiai szülőket, akkor 2 forint per darabért tudod megszerezni őket. Ezen érdemes elgondolkozni, hogy 5000 forintért 2500 darab ember átjön az oldaladra, ott már azért látszanak konvertálási százalékok. Ha senki nem kattint, az azért elég gyanús, hogy az ötlet nem annyira jó. A konkurenciától általában tartani szoktunk. Nekem az a tapasztalatom, hogy a konkurencia nem halad, nyugodtan lehet nekik levelet írni, és meglepően sokan válaszolnak. Ha 50 konkurenciát megkeresel, 5-en biztosan vannak, akik azt mondják, hogy egy 15 perces Skype-ot rátszánnak, és a tapasztalatukból adnak át. Illetve ott vannak a leendő ügyfeleid, akiket szintén el lehet érni e-mailben. Hogyha nyuszifül vagy, akkor nyugodtan mondhatod azt, hogy csak kérdezni szeretnék, még dolgozunk a terméken, szeretnénk tanulni, stb. Ha egy kicsit merészebb vagy, akkor úgy tehetsz, mintha kész lenne a termék. Én körülbelül 100 darab marketing ügynökséget kerestem meg azzal, hogy van 3 millió felhasználók, úgyhogy még egy felhasználónk sem volt. És 3 céggel szerződésig jutottunk, tehát addig, hogy csak vissza kell nekik küldenem, hogy azért, hogy mi akkor kezdjük szállítani nekik a mindent. Honnan tudod, hogy van jel? Tehát, hogy hol van az a pillanat, amikor azt mondhatod, hogy ezt érdemes lenne kifejleszteni?
Ha benne vagy az epicentrumban, akkor ezt így érzed eléggé. Volt olyan kampányunk, ahol 1000 forintból 970 like érkezett, ez azért elég gyanús. Van olyan, volt egy olyan e-mail kampány, ahol megkeresgettük azokat az embereket, akik... Szóval ilyen ügyfélszolgálatokon keresztül próbáltunk eljutni valahová, és nem pattintott le az ügyfélszolgálat, hanem azt mondta, hogy cégen belül ezzel Joe foglalkozik, hadd kösselek vele össze. Az inkorrekt tanulság az az, hogy ne szedd fel az első csajt, hanem először csekkold a Facebookon, szállj rá 3 órát, hogy kiskutas, szállj rá 30 ezer forintot, hogy nagykutas, és spórolj sokszor 1 millió forintot. Ő a mennyasszonyom Zsófi, meg a macskánk Safranek, és Zsófinak van egy olyan tulajdonsága, hogy ha lát ilyen macskát, akkor ilyen... És nekem meg van olyan tulajdonság, nekem nincs ilyen macskás, de táblázatos van, hogyha én ilyen táblázatokat látok, akkor... Úgyhogy ehhez a folyamathoz én csináltam egy csomó-csomó táblázatot, meg összeszedtem a szoftvereket, meg mindent így szépen egy helyre, hogyha valakit ez érdekel, akkor a kutatás.szimpatikus.hu címről nyugodtan letöltheti. Itt a vége, Fussel. Kérdések. Igen, az a kérdés, hogy volt-e olyan, ami végigjutott, és azt csináljuk-e? Van már 4 olyan, ami egészen sokáig eljutott, és elbukott, tehát aztán a valóságban mégsem kellett annyira, mint amennyire állították, és van 3 olyan, amiben pedig nagy a remény. Még egyelőre nincs egyetlen egy olyan sem, amire azt tudnám mondani, hogy már kidobtuk a régi bérfejlesztéses melóinkat, és ebből élünk. Úgyhogy én ezt egy korábbi cégemben egyébként már egyszer sikerrel végigcsináltam, csak akkor nem ennyire tudatosan. Ott volt 9 lába a cégnek, és aztán az egyik cégből, egyik lábból lett végül is valamilyen sokkal nagyobb, és akkor a maradék 8-at levágtuk. Az rendkívül unalmas webhosting volt egyébként, de... Jó, még kérdés valahonnan? Hátul messze valaki. Mondd! Annyira rigorózus ez a módszer? De lehet, abszolút. Abszolút. Én azt hiszem, hogy meg lehetne próbálni itt ilyen nagyon matematikai dolgokat felállítani, hogy ha ennyi like van, ha ennyi, nem tudom én mi minden, de ez egy, szerintem egy nagyon ennél sokkal intuitívabb és komplexebb. Tehát, hogy az, hogy a csapat akar-e foglalkozni vele, mondjuk például ezt elég nehéz ilyen számokkal leírni, hogy akkor legalább 4-en azt mondják a csapatból, hogy ez egyébként izgalmas, és emiatt szívesen felkelnék reggel és foglalkoznék ezzel. Szóval ez egy ilyen, az összes ilyen döntési pont, ami benne van, az kicsit tapasztalat, kicsit meg ilyen mágia, hogy akkor ezt így szeretnénk-e. Igen? Igen? Annyira fájóan kevés konfliktus, hogy mi volt a kedvenc kidobott ötletet? Kedvenc kidobott ötlet. Én nekem ez az építéses bigyó nagyon tetszett egyébként. Én azt nagyon, nagyon szívesen megcsináltam volna. Van ez a Dribble nevezetű oldal 3B-vel a közepén, ahová a dizájnerek feltöltik a dolgokat, amiket csinálnak, és ilyen óriási nagy közösség van, és mindenki mindenkit követ. És én nagyon jó ötletnek tartottam volna, hogyha ilyen lenne építészesre is. És az építész ismerőseimet megkérdeztem, és ők nem tudtak egyet sem. A Redditen viszont nagyon sokan ismerték azt az oldalt, és azt mondtuk, hogy akkor minek lőjük az energiánkat a napba, hogyha ezt már valakik megcsinálták. Úgyhogy nem tudom, ez így fáj, mert így ilyen... Szóval használjátok azt az oldalt, amit a sok Reddites építész ismer, és akkor ez nagyon jó lesz. Jó. Köszönöm szépen, akkor adom is tovább a szót.